Első lépcsőben a tározó vízszintjét az alacsonyabb téli vízszintre, kisköre felsőnél 590 plusz-minusz 10 cm-re csökkentik a Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. és a kötivízik fokozott együttműködése alapján készített monitoring terv alapján. A vízszint csökkent és végrehajtását és ütemét befolyásolhatja, módosíthatja egy esetlegesen kialakuló és levonuló árhullám. Az alacsonyabb vízállás az élővilágra is hatással van. A sekélyebb területeken reked halak könnyű prédát jelentenek a madarak számára, de szélsőséges esetben az oxigén hiányos vízben el is pusztulhatnak az állatok. Vannak olyan fajok, amelyek a víz kismértékű apadásával is elkezdenek rögtön a mélyebb területek felé vonulni, illetve vannak olyan fajok, amik erre úgy reagálnak, hogy kevésbé húzódnak a mélyebb területekre. Elsősorban itt a süllőre gondolok. A nagyobb testű süllők, ők sajnos nagy számban maradnak kint, azonban a sekély területeken, ahol védtelenek maradnak a tél folyamán, mondta Juhász Máté programkoordinátor, a Tiszatavi Sporthorgász Kft. munkatársa. A Tiszatavi Sporthorgász Kft. szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a halak biztonságos telelési feltételeinek biztosítására. Egyebek mellett idén tavasszal ezért alakította ki egy olyan egy kilométer hosszúságú két méter mély halágyat, amelybe visszahúzódva a korábbi Kedvezőbb körülmények között élheti túl az alacsonyabb vízállást az élővilág térségünkben.